Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Vince Réka vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Lakossági fórum. Gyopáros Alpár kormánybiztos Decsen. Csalás. Bútorok restaurálása ügyében tárgyaltak a szekszárdi törvényszéken. Verseny a diákoknak. Elsősegélynyújtó tudásukat mutatták meg. Szabadtéri tüzek, a tavasz veszélyes időszak. Gyopáros Alpár, Magyar Falu programért felelős kormánybiztos és Horváth István országgyűlési képviselő látogatott Decsre, ahol lakossági fórum keretében tájékoztatást adtak a Magyar Falu program által nyújtott pályázati és fejlesztési lehetőségekről. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke 2018-ban hirdette meg a Magyar Falu programot. Gyopáros Alpár kormánybiztos a Decsi Lakossági Fórumon ismertette, határozott céljuk volt, hogy felmérjék a falvak és kisvárosok valós igényeit. Hogy olyan támogatási célokat tudjunk megvalósítani, amelyek méltán népszerűek lesznek, és ez így is van. És ennek érdekében mi folyamatosan, permanensen az elmúlt 5 évben jártuk az országot, jártuk a hazai kis településeket, falvakat és kisvárosokat, és egy ilyen találkozó keretében 2 évvel ezelőtt már sikerült egy elég komoly beszélgetést lefolytatnunk Tolna vármegyei kis települések vezetőivel, polgármesterekkel. A beszélgetés azonban túlmutatott a Magyar Falu programon. Hiszen mégiscsak olyan történések zajlottak az elmúlt években, évtizedben a világban, amelyek meghatározzák mindannyiunknak az életét, a mindennapjainkat, a mai napunkat is. Beszélhetünk akár a közel egy évtizede zajló migrációs nyomásról a kontinens irányába, beszélhetünk gazdasági kihívásokról, amelyekkel szembenéz az Európai Unió, energetikai szempontú kihívásokról, vagy éppenséggel arról a sajnálatos háborúról, ami a kontinens határán zajlik, hiszen ezek mind meghatározzák az életünket, és bizony, hogyha tovább folytatódik például Brüsszelben az a rendkívül rossz politika, amely ezekre a kihívásokra a létező legrosszabb válaszokat adják, akkor ezek mind a jövőben is meghatározhatják az életünket. Az ilyen találkozókon ezért fontos felhívni a figyelmet az európai parlamenti választásokra is, mondta a kormánybiztos. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője, kiemelte, Decs a választókerületének egyik legfontosabb települése. Nagyon fontos, hogy ez a település a lehető legtöbb fejlesztés forrást tudja megkapni. Az elmúlt időben Heberling Tibor polgármester úrral nagyon sok közös eredményt értünk el, ami elsősorban nyilván az itt élő embereknek az érdeme. Itt a mögöttünk álló, úgymond faluháznak a megújulása az egyik és egyik legnagyobb kulturális beruházása volt az elmúlt években, de törekszünk arra, hogy a közterületeket, a középületeket, a járdákat, tukatakat megfelelő módon tudjuk karbon tartani. Heberling Tibor, a település polgármestere, ismertette a 2019 óta elért eredményeket. Szinte fel sem tudom sorolni, annyi magyar falus pályázatot nyertünk. Összességében úgy fogalmaznám meg, hogy több mint 500 millió forint értékben érkezett pénz, azaz pályázat a településre az elmúlt 4,5 évben. Tehát több mint 500 millió forint értékben. Ezek különböző önkormányzati intézményeknek a felújítása, közterületeknek a felújítása, utaknak a felújítása, kommunális eszközök beszerzése, kisbusz beszerzés, és sorolhatnám még. A polgármester elmondta, elsődleges célja a jövőben a sárközi kultúra felemelése. Ennek az érdekében egy programsorozatot indítottunk, Göröndölő címmel, már 2 rendezvénye volt ennek a, nem is rendezvénye, hanem 2 összejövetele megbeszélése volt ennek a programsorozatnak, és ezt kívánom magasabb fórumokra emelni. A támogatottság megvan hozzá, a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi kihelyezett főiskolájának a dékánja, dr. Szécsi Gábor dékán úr a támogatásáról biztosított, és több irányban elindultak a kezdeményezések ezzel kapcsolatosan. A rendezvényre körülbelül 200-250 ember érkezett. A szekszárdi járásbíróság üzletszerűen nagyobb értékre elkövetett csalás büntetében mondta ki bűnösnek azt a férfit, aki a vád szerint bútorok restaurációjára vállalkozott, azonban csak a pénzt tette el, a munkát nem teljesítette. Az ügyet most másodfokon tárgyalták a szekszárdi törvényszéken.
Az elsőfokú ítélet tényállása szerint a sértett bécsi barokk szekrényt, asztalokat és székeket, illetve egy ónémet konyhaszekrényt akart megjavítani szakemberrel. A vádlott vállalta a bútorok restaurálását, azonban a megállapodott határidőt nem teljesítette. A sértett kifizette a restaurálás költségét, több százezer forintot, azonban a vád szerint a bútorok nem készültek el. A vádlott később elszámolt a sértett által kifizetett pénzösszegekkel. A mostani tárgyaláson aztán váratlan fordulat következett. A sértett saját kézzel írt, közjegyző előtt hitelesített levelét olvasta fel az ügyvédje. Megállapodásunk után baráti állapot alakult ki, jól működött egymás között a kommunikáció, mindig tájékozott, hogy legutoljára milyen állapotban, bútorjai milyen állapotban vannak, rendesen beszéltünk, mindig egymással telefonon. Mindig tájékoztatott, hogy hol tart a bútor restaurálásával. A sértett most azt állítja, őt a vádlott nem ejtette tévedésbe, kárt nem okozott neki, a vádak nem igazak. Azt mondta, személyesen meggyőződött arról, hogy a bútorai megvannak, ezeket a vádlott kaposvári műhelyében tekintette meg. A bíró azt mondta, így két ellentétes okirat áll a bíróság rendelkezésére. Utóbbinak az előbbi tükrében nyilván lehetnek egyéb büntetőjogi következményei is, ezért fogva muszáj tisztázni, ebben az eljárásban lehetőleg azt, hogy mi a háttere ennek az ellentétes két tényállításnak. A tárgyaláson felmerült új bizonyítási indítvány miatt a döntést elnapolták, az ügy másodfokon folytatódik tovább. Egy dunakömlődi italmérő tulajdonosa tett feljelentést betörés miatt a napokban. A helyszínre érkező rendőröknek elmondta, nyitáskor azt vette észre, hogy a hátsó bejárati ajtóüvegét valaki betörte, és elvitte a kasszában lévő pénzt. A hatóságok a betöréssel kapcsolatban rövid időn belül összefüggésbe hoztak egy 50 éves szentendrei férfit, aki nem volt ismeretlen a paksi nyomozók előtt, hiszen ő tört be tavaly is ugyanebbe a kocsmába, ami miatt börtönbe került, ahonnan nemrég szabadult. A tolvajt lopásbüntet miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Szombaton Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere és Bognár Szilveszter rendőrkapitány is meghívást kapott a polgárőrök közösségépítő rendezvényére. A 20. Polgárőr Akadémia osztálytalálkozóját Gunarasban tartották. Dombóvár közbiztonsága és a rendezvények sikeres lebonyolítása érdekében kiemelkedő a szerepvállalása a helyi polgárőröknek. A kórházak adósság rendezésére 63,4 milliárd forint plusz forrás biztosít a kormány, közölte a belügyminisztérium. Azt írták, a kormány elkötelezett a kórházak likviditási problémáinak mielőbbi rendezése mellett, ezért fogadta el a belügyminisztérium javaslatát a működési támogatás biztosításáról. Működési támogatást kapnak a járó és fekvőbeteg ellátást nyújtó állami, önkormányzati, egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltatók, továbbá a felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központok. A Magyar Vöröskereszt Tolna vármegyei szervezete elsősegélynyújtó versenyt rendezett Szekszárdon a vármegyeháznál. A továbbjutó diákok készülhetnek az országos megmérettetésre. Gulyás Katalin, a Magyar Vöröskereszt Tolna vármegyei szervezet igazgatója ismertette a verseny részleteit. Ilyenkor tavasszal minden megyében zajlik a megyei vármegyei elsősegélynyújtó verseny, ahol az általános iskolás kategóriába, középiskolás és felnőtt kategóriába lehet előzetesen nevezni. Öt fős csapatok mérik össze a tudásukat. A lényeg az, hogy vannak pihenőállomások, ahol a társszervek bemutatkoznak, illetve érdekes feladatokat biztosítanak a gyerekek számára, és van négy kárhelyállomás. Egy számukra ismeretlen szituációban találják magukat a csapatok, mint a gázrobbanás vagy autóbaleset. Az előzetes tudás viszont elengedhetetlen a helyzetek megoldásához. Ők azért hetek, hónapok óta készülnek erre a versenyre, és az imitátorok pedig el fogják játszani, majd láthatóak lesznek, visítanak, sikítanak. Tehát sokszor a legnagyobb hangú sérült, a legkevésbé sérült, aki nagyon csendben van, azt érdemes megnézni, mert valamiért ő már nem tud sikítozni, kiabálni. Tehát ezek az élő, idézőjelben élő kárhelyek biztosítják azt, hogy megfelelő módon a tudásukat bemutassák itt a csapatok. Már a felkészülés során is a gyerekek olyan hasznos tudást sajátítanak el, amit később egy váratlan helyzetben, akár iskolai vagy családi környezetben is tudnak kamatoztatni. Yeah.
Idén is mindenki szabadon rendelkezhet befizetett adója 1+1%-áról. Az egyik 1% felajánlható egy civil szervezetnek, további 1% pedig valamely vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóközleményében azt írta, gyermekek gyógyítására és állatmenhelyekre szánják a legtöbben adójuk 1+1%-át. A támogatott szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az adóforintok, a felajánlók évről évre milliárdok sorsáról dönthetnek. Első alkalommal biztosított helyszínt a Belügyminisztérium országos terepfutó és a Belügyminisztérium országos katasztrófavédelmi főigazgatóság pontszerző terepfutó bajnokságnak a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A Szekszárdon április 17-én megtartott országos bajnokságot a Sötétvölgyi gyermektábort körül ölelő erdőben tartották. A Nagy Viktor az Atlétikai Klub Bonyhád amatőr futója aktívan gyűjti a kilométereket edzésen és versenyeken egyaránt. Legutóbb Horvátországban 5 kilométeres utcai versenyen abszolút harmadik, másnap Székesfehérváron abszolút második helyet gyűjtött be. A futó úgy nyilatkozott, összességében elégedett az eredményekkel, de úgy gondolja, még bőven van hová fejlődnie. Most szombaton Szekszárdon áll rajthoz, életében először 1500 méteres pályaversenyen. A szabadtéri tüzek továbbra is veszélyt jelentenek. Erről beszél stábunknak Köves Péter, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A tavaszi időszakban a katasztrófavédelem is extra erőkkel vonul a szabadtéri tüzekhez. A Tolna vármegyei lánglovagok idén 49 ilyen esethez vonultak, összesen több mint 8 hektárnyi, azaz hozzávetőlegesen 12 focipályányi területen pusztítottak már a lángok. Az egyik az még Simon Tolnyában történt még február legvégén, itt a külterületen egyébként a nádas gyulladt meg, mintegy 5 hektárnyi területen vált a lángok martalékává. Ide a Simon tornyai, valamint a dombovári tűzoltók vonultak. Nemrég pedig április 13-án Tamásiban Csorlányos pusztára vonultak a tűzoltók. Itt mintegy másfél hektárnyi nádas gyulladt ki egyébként. Ide Tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltói vonultak nagy erőkkel, míg mellette Dombovár, valamint a siófoki hivatásos tűzoltók segítettek ezeket a lángokat megfékezni. Itt ami nehézséget okoz sok esetben az, hogy nyilván ezek nagy összefüggő területek, adott esetben tőzeges talajjal, ami azt jelenti, hogy vissza-vissza gyulladó területek is vannak. Nyilván a hagyományos fecskendőkkel ezek kevésbé megközelíthetők, tehát különböző puttony fecskendő és egyéb kézi szerszámokat kell a tűzoltóknak magukkal vinniük, hogy ezeket a tűzeseteket egyébként, vagy ezeket a lángokat így megfékezzék. Ezek a tüzek kialakulhatnak akár kerti zöld hulladékok égetésétől is. A szóvívő a felelősség fontosságára hívja fel a figyelmet. Itt nagyon fontos, hogy mindig legyen egyébként valaki a tűz mellett, aki ezt meggyújtotta, tudja is egyébként kellőképpen azt uralni és irányítani. Nyilván ehhez szükség vannak egyébként kézi szerszámokra, tehát akár egy ásóra vagy egy villára, amivel tudja akár a tűz útját állni, illetve legyen mindig oltó anyag is a közelben, tehát ez nyilván egyszerűen homok, föld, akár egy vödör víz, ezek megint csak legyenek bekészítve, figyeljünk egyébként az uralkodó széljárásra, ezt is tartsuk szem előtt. Nyilván, hogyha ez erősödne ez a szél esetleg, akkor azonnal oltsuk el a tüzet, amit már említettem, hogy mindig legyen mellette valaki, és gondoskodjunk arról, hogy ez már ne tudjon visszagyulladni. A tüzek akár eldobott cigaretta csikkektől is kialakulhatnak, ezért fontos a megfelelő eloltás. Nézzük Baranya és Somogy vármegye történéseit. Ellenőrizzük a biztosítási jogviszonyokat, elkerülhetők a hátrányok a szakember szerint. Az év embere, szavaztak a somogyiak. Kerékpáros iskola, kupa és vetélkedő, a Baranya vármegyei balesetmegelőzési bizottság programja. Egészségügyi ellátás, nyugdíjszámítás, kiskorok utáni kedvezmények igénylése. Ezekre hat a társadalombiztosítási jogviszony megléte. Ha valakit nem jelent be a munkáltatója, komoly hátrányokkal szembesülhet később. A társadalombiztosítási jogviszony elvesztése komoly hátrányokkal járhat. Ilyen eset lehet, mikor valaki például a házi orvosánál szembesül azzal, hogy nem rendelkezik ezzel a jogviszonnyal. Erről beszélt a NAV baranyai sajtóreferense stábunknak. Abban az esetben, hogyha az adózónak nincs biztosítási jogviszonya, tehát nem jelentette be a munkáltatója, nagyon komoly hátrányok érhetik például az egészségügyi ellátások során, vagy pedig a nyugdíjba vonulásnál.
Az orvosi ellátást például kiszámlázhatják, de a nyugdíjszámításnál is rosszul jár, akinek nem volt meg ez a jogviszonya. A szülők sem érvényesíthetnek kedvezményeket, ha nem fizetik utánuk a TB-t. Ezért fontos, hogy a munkavállaló tudja, hogy bejelentette a foglalkoztatója. Az ügyfélkapus felületen le lehet kérdezni a biztosítási jogviszonyt, tehát az adózó meg tudja nézni a biztosítási jogviszonyának a kezdetét, a végét, a munkáltatónak a nevét, hogyha egyéni vállalkozóról van szó, akkor a biztosítási időszakot is, de például, hogyha egyetemi hallgatóról, akkor a hallgatói jogviszony időszakát is meg tudja nézni. Ezt akár megtehetik a mobiljukon is az adózók. Ehhez a NAV mobil alkalmazást kell letölteniük és telepíteniük a készülékükre. Ha az adatokban eltérést találnak, akkor azt jelezni kell, mondja a sajtóreferens. Hogyha az adózó a biztosítási jogviszony adataiban eltérést talál, akkor legfontosabb, hogy az aktuális vagy a volt munkáltatóját, foglalkoztatóját keresse meg, és vele próbáljon egyeztetést végezni. Abban az esetben, hogyha további információra van szükség, akkor a hivatal munkatársai az ügyfélszolgálaton vagy a 1819-es infovonalon tudnak segíteni. Az adózók nem csak a lakhelyükön érdeklődhetnek az aktuális jogviszonyukról. Bármelyik NAV ügyfélszolgálaton tájékoztatást kaphatnak a róluk nyilvántartott adatokról, így a társadalombiztosítási jogviszonyukról is. Második alkalommal adták át az év embere díjat Somogy vármegyében. A közönség szavazatok alapján 2023-ban a Munkácsy Mihály gimnázium tanulója Stier Dominik érdemelte ki az elismerést. Az év sportolója férfi kategóriában Kolosszár Valentin lett, aki a 100. Pap László felnőtt országos bajnokság első helyén végzett. Jótékonysági pókerrel indult, több százezer forint gyűlt össze a rászorulóknak. Stier Dominik és a barátai egy rendkívüli kezdeményezéssel lopták be a somogyiak szívébe magukat. A gimnazista fiúk karácsonyra lepett meg sok rászoruló családot adománnyal. Az ötlet az igazából egyik napról a másikra jött, úgy éreztem a karácsonynak a közelettét, és mindig igyekeztem, hogyha tudtam, akkor valami jót csinálni. De leginkább az ételosztás ötlete az onnan jött, hogy az én szüleim mindig azt tanították nekem kiskoromban, amikor gyors éttermekbe jártunk, hogy sose ettem meg a sült krumplit, és mindig kerestünk valakit, és elvittünk neki, aki rászorult, és talán innen jött. A Somogyi Hírlap és a sonline.hu által indított, az évembere díjat a közönség szavazatok alapján Dominik vehette át. Én ezt inkább egyfajta bizalomként fogom fel, amire szeretnék a jövőben mindenképpen rászolgálni. Én úgy gondolom, hogy a többi jelölt sokkal többet tett le élete során az asztalra, és én még ez nagyon fiatal vagyok, de igyekszem rászolgálni. Két éves sérülésből való felgyógyulása után nyerte el az országos bajnoki címet Kolosszár Valentin. Így ő lett 2023 év sportolója díj nyertese férfi kategóriában. Sérült voltam, volt ez a covidos időszak, igazából sok minden keresztbe tett nekem, úgyis volt ugyanabb agyam, de lett egy nagy visszatérésem, és egyébként sokat készültem rá. Az elején, az első pár hónapban volt kevesebb edzésem, utána kaptunk egy termet, és napi 5 edzés volt. Még igazából a másik teremben is egyre többet értem edzeni. A 20 éves sportoló teljesítményének köszönhetően lett 50 év után újra Kaposvárnak bajnok a boxban. A közönség szavazatok alapján gazdára talált az év sportolója férfi és női kategóriában, valamint csapatban is. Ugyanakkor elismerést vehetett át Svajda József, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Somogy vármegyei vezetője, és Jelenka György gyújtelepülés polgármestere is. A díjátadón Bíró Norbert, a Somogy vármegyei közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, a vármegyének szüksége van példaképekre. Szükségünk van példaképekre, szükségünk van Somogy vármegyében is, nem csak Kaposváron, hanem az egész megyében. A Somogyi Hírlap és online ebben a munkában aktívan részt vállalt, köszönöm nekik is innen, és bízom benne, hogy ez a kezdeményezés további követőkre talál, és ennek az eseménynek a révén megismerhetjük az arra érdemes és követésre méltó somogyi polgárokat.
A Somogyi Hírlap és a sonline.hu második alkalommal hirdette meg a versenyt, amely egyre közkedveltebbé válik, hiszen kimondottan a somogyiak véleménye alapján adják át az elismeréseket. Kerékpáros iskolakupa és Ki a mester két keréken országos felmenő rendszerű vetélkedők vármegyei döntőit rendezte meg a Baranya vármegyei balesetmegelőzés bizottság. Baranya öt városából mintegy 40 diák jutott be a döntőbe. Szentkereszti Réka, 7. osztályos a Testvérvárosok Terei Általános Iskola tanulója. Érdekli a közlekedés, az iskolában szervezetten 50 kilométeres kerékpártúrára edzenek. Minden évben mennek valahova kerékpárral. Édesapja a felkészítő tanára, 2 éve Egerben nyertek is. Minden nap kint gyakorlunk az iskolálat, tesztlapokat is szoktunk gyakorolni, ugye, ügyességét. Meg szoktunk szabályosságit gyakorolni. Több évtizedes hagyománya van a kerékpáros megyei döntők megrendezésének az iskolában. Itt fontos a kerékpáros és közlekedési ismeretek elsajátítása, erre külön felkészítő tanár van az iskolában, mondta Mackó András igazgatóhelyettes. Megvan hozzá a megfelelő feltételrendszerünk is, egyrészt a külső helyszínhez is, és a belső helyszínhez is, főleg a belső, mint most ebben az esetben, ugye egy kicsit rosszabb és zordabb az idő, ilyenkor bekényszerülünk a tornaterembe, és van egy viszonylag nagy méretű tornatermünk, ami lehetővé teszi a versenynek a megrendezését. Az iskolánkban a környezettudatosság és az egészséges életmódra nevelés nagyon kiemelt szempont, és a pedagógiai programunkban is kiemelt feladatok közé tartozik. És a kollégánk révén a Kresszet most már és a kerékpáros ismereteknek az elsajátítása már évtizedek óta hagyomány. Baranya öt városából, Pécsről, Komlóról, Szigetvárról, Siklósról, Mohácsról mintegy 40 diák jutott be a döntőbe. A kerékpáros iskolakupa és a Ki a mester két keréken országos felmenő rendszerű vetélkedők vármegyei döntőit a Baranya vármegyei baleset megelőzési bizottság rendezte meg. Általános iskoláskorú gyermekek vesznek részt a mai megmérettetésen, amely két részből áll, elméleti tudásukról is számot adnak, egy tesztlapot töltenek ki, ami 25 kérdésből áll, illetve gyakorlati kerékpáros tudásukról is számot adnak egy kerékpáros ügyességi pálya leküzdése során. Ezek a gyerekek, általános iskoláskorú gyermekek egyszer már bizonyítottak, hiszen ők a rendőrkapitányságok által rendezett városi döntőkről jutottak tovább. Úgy tűnik, hogy az új nemzeti alaptantervbe is bekerül a kerékpáros közlekedés ismeretek oktatása. A Baleset Megelőzési Bizottság célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a kerékpáros balesetek megelőzésére. Idén kiemelt hangsúlyt fektetnek a védtelen közlekedők, a gyalogosok és kerékpárosok közlekedés biztonságára, ugyanis az ő részvételükkel következő balesetek szinte minden esetben személyi sérüléssel járnak, tette hozzá Bertáni Wingert Erzsébet. Mutatjuk Tolna vármegyei híreit még egyszer, röviden. Lakossági fórum, Gyopáros Alpár kormánybiztos Decsen. Csalás, bútorok restaurálása ügyében tárgyaltak a szekszárdi törvényszéken. Verseny a diákoknak, elsősegélynyújtó tudásukat mutatták meg. Szabadtéri tüzek, a tavasz veszélyes időszak. Pénteken összességében marad a változékony, hűvös időjárás. A hajnali órákban a fagyszukokban pár fokos fagy is előfordulhat, illetve a délutáni időszakban is kissé elmarad a maximum hőmérséklet az évszakos átlagtól. Délelőtt látszik esély több órás napsütésre, majd délután nyugat felől ismét felhősebbre időre számíthatunk. Szorványosan kialakulhatnak záporok is, de tartós, jelentős eső nem valószínű, gyenge, mérsékelt légmozgás várható. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!